DVTK. A borsodi és a Volkswagen bemutatja. Vártak már természetesen, hogy két labdarúgó Anikázi és a Kovács Gábor megjelenjen itt Salgótarjánban, úgyhogy nagyon izgatottak voltak a gyerekek, már a múlt héten is, de a mai délután itt viszonylag korán jöttek, hát alig bírtunk velük, úgymond, hogy mi lesz ezen az edzésen. Tehát az nem látszott meg rajtuk egyáltalán, hogy ők kezdők. Nyilván itt a futballtapasztalatuk megvan, illetve a napi rálátásuk a labdarúgásra, az edzésekre. Tehát azért ilyen szempontból könnyebb dolguk volt, az biztos. Gyerekekkel nem tudom, hogy ők mennyire foglalkoznak, de úgymond jól nyújtak a srácokhoz. Sajnos itt van egy-két lukas korosztályunk, amiket majd itt igyekszünk pótolni itt a téli átigazolás folyamán, de amint látod, ha itt körülnézel, azért van gyerek, tehát azzal nincs baj. Itt el kell indulni itt a Diósgyőr segítségével a szakmai úton, hogy minél jobb képzést kapjanak, minél jobb játékosok legyenek ezek a srácok, és megállják a helyüket bárhol az életben, tehát nem csak a futballpályán, tehát ez a célunk, hogy embereket neveljünk belőle. Nagyon tetszett, szerencsére partnerek voltak a gyerekek is, nagyon élvezték, lelkesek voltak, és úgy érzem, hogy minden gyakorlat jól sült el, élvezték az összes gyakorlatot. Milyen gyakorlatokkal készültetek? Hát igazából megmondom őszintén, hogy inkább ilyen játékos feladatokkal készültünk. Volt egy ilyen fogós bemelegítés különböző színekkel,
aztán volt egy cselezős gyakorlat, ahol 5-6 cselt begyakoroltunk, és be is mutattuk nekik. Majd utána volt egy Y-os labdajáratás, és a végén kétfajta játék volt. Volt egy szélességi játék 6 kiskapura, és a végén volt ez a faljáték nagykapukra. Ügyesek a gyerekek? Azt látom, hogy ügyesek, és nagyon akarnak, szeretnek focizni, és az a legfontosabb, nagyon lelkesek, minden a legjobb tudásuk szerint próbálnak játszani, és az a legfontosabb. Megmondom őszintén, hogy nagyon jól éreztem magam, így egy kicsit a másik oldalról is bele tudtam tekinteni a futballba. Nagyon jó érzés volt tényleg, a srácok nagyon figyeltek ránk, ez nagyon fontos volt tényleg, hogy nagyon vártak minket, nagyon fegyelmezettek voltak, és igazából mindenre figyeltek, amit mondtunk nekik, és próbálták ezt végre is hajtani. Nagyon tényleg sikerült is nekik, nagyon ügyes srácok vannak itt. Nagyon jó lehetőség, hogy azért egy ilyen jó és műfüves pályán tudtunk edzeni ez a rossz idő ellenére is. Ha jól számolom, ez volt az első edzésed, ugye, mióta megszerezted a papírt hivatalosan is? Igen, sajnos már elkezdtem volna ugye korábban a Divos Győrnél a munkát a fiatalokkal, csak a sérülés hátráltatott, mert nem szerettem volna még úgy, hogy félig bicegek, úgy tartom az edzéseket, akkor nem tudom bemutatni esetleg a feladatokat, úgyhogy bízom benne, hogy most már a héten Divos Győrben is el tudom kezdeni a munkát a gyerekekkel, remélem, hogy minél többen fognak járni. Azt gondolom, hogy nagyon jó volt, és látszott a fiúkon itt is, hogy élvezték a játékot, és most is itt rengeteg gyereket látok a pályán, és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy minél többen legyenek. Úgyhogy ennek a edzésünknek az emlékére fogadjátok el tőlünk, mindenki kap egy csomót, jó? Köszönjük szépen! Mindenki adunk nektek, hát ha annyira nem tetszik, akkor jó lesz pizsamának. Jó, anyagolom! Elmegyek a suliba!